kicsit elirányulok az illatok közé, és mind a kettő terméktípusból, amiket mutatni fogok, van 5 vagy 6 darabom, de szerintem elég egyet is megmutatni. Az egyik a parfümök, nagyon-nagyon finom illatú, és vannak tucat illatú, de vannak nagyon jó egyedi illatú parfümje is a márkának. Ezt a Dazzling Moments névre hallgatót nagyon-nagyon szeretem például télen. Egy egészen egyedi szilvás, vaníliás jellegű illata van, nagyon édes, de ettől függetlenül én nem csak télen szoktam használni. Szerintem nagyon finom, és azt kell mondjam, hogy van tényleg, azt hiszem, hogy 5 féle parfümöm az Avontól, és szerintem megállapíthatom, hogy a tartosságuk az eléggé problémás. Mindegyiknek gyakorlatilag 2-3 óránál többet egyik sem bír ki rajtam legalábbis. De ettől függetlenül tényleg nagyon finom illatuk van, és 3-4 ezer forint körül kaphatóak, úgyhogy annyira nem vészes az áruk sem. És a másik illatosításért felelős cuccos ezek a testpermetek az Avonnál. Szintén egy cukrozott szilvás vaníliás illatot hoztam ide, nagyon-nagyon szeretem ezt az illatot, és tényleg nagyon hasonlít a másikra, ez sokkal édesebb, de ugye ezek a testpermetek pedig annyira sem tartósak, úgyhogy nagyon jók. Ezeket egyébként nagyon szeretem nyáron úgy használni, hogy bedobom a táskámba, és nem az illata miatt, hanem mert felfrissít így a karomat, nyakamat, hogyha kivágott hátú ruhában vagyok, akkor a hátamat, nyakamat hátul is kicsit befújkálom vele, és egyrészt nagyon kellemes illatom lesz, másrészt pedig nagyon kellemesen lehűti a testemet, úgyhogy ezt nyáron mindig a táskámban hordom. Aztán vannak az Avonnál különböző hidratáló készítmények, testápolók, kézkrémek, ajakápolók, stb. Most jut eszembe, hogy az ajakápolót elő se vettem. Nem érem el. Na jó, akkor ez most nem lesz. A kápolókat én megmondom őszintén, hogy nem igazán szeretem az Avonnál, valahogy nem ápolják az ajkat. Viszont egyrészt a kézkrémeket nagyon-nagyon szeretem, ez most egy ilyen karácsonyi rénszarvasos kiadás. Elég lassan szívódnak be, úgyhogy őket táskában nem igazán tudom ajánlani, viszont este elképesztően jó velük bekenni a kezünket, illetve én akkor szoktam, amikor sorozatot nézek, vagy filmet, vagy ilyesmi, és akkor, hogyha műsor elején bekenem a kezem, akkor a végére, tehát olyan 3-4 óra múlva, mondjuk, hogy a sorozatról beszélünk, már beszívódik, és azt kell mondjam, hogy megéri várakozni rá, ugyanis remekül hidratált tényleg, úgyhogy szeretem ezeket, nem könnyű velük, nem táskába dobósok, de jók. Aztán vannak testápolók is, nagyon sokféle avonos testápolót használtam már, de az abszolút kedvenceim azok ezek a Nature's Body Care Shimmering testápolók, ezek 150 millisek, és talán ez egyik legolcsóbb kollekció, és elképesztően szeretem őket. Egyrészt csillámosak, ami lehet, hogy valakinek nem tetszik, de én nagyon szeretem, főleg nyáron, hogyha csillog egy kicsit a bőröm. Ilyen két színből állnak össze, talán látszik, hogy két színből gazdálkodhatunk, és bekenem itt a karomat, és remélem, hogy fog látszani a kamerában a csillogás. Elképesztően finom illata van egyébként, ez valamilyen bogyós, gyümölcsös, seavajas, vaníliás verzió, és nagyon-nagyon szépen csillog. Tényleg nem tudom, hogy fog-e most így látszódni a karom, de nagyon-nagyon szép, nagyon szeretem. Ez már most beszívódott, láttátok, hogy mekkora mennyiséget kentem fel a karomra, pont elég volt, és beszívódott már is. Lehetne rá egyből öltözködni, hosszú jót is, nagyon finom tartós illata van a karomon is, és tényleg nagyon-nagyon jól is néz ki, úgyhogy ezeket én nagyon szeretem, és most mindenem csillámos lett. Nem igazán beszéltem még a csatornán lábápolásról, viszont nyilván elengedhetetlen, ahogy jön a jó idő, főleg ilyenkor papucsban, szandában mászkálunk, vagy esetleg mezítláb, hogyha strandon vagy kertesházban vagyunk.
mármint annak a kertjében, szóval fontos odafigyelni a lábainkra is, és az Avon lábápolóit én nagyon-nagyon szeretem. Most csak egyet hoztam ide, de sok mindenem van tőlük. Ebből az ananászos vonalból van lábradír és ilyen hidratáló zselé is. Ez most éppen a zselé, de a radír is ott van a fürdőszobámban, és nagyon szeretem. Nagyon finom, kellemes ananász és mentol vegyesen típusú illata van, nagyon szeretem. Remekül hidratálja a lábat, a radír is jól működik, nem megy sol reszelő masina, tehát nyilván, de nagyon jól működik az is, úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és egyébként van ilyen fürdető olaj cucc is, ilyen lábáztatós, laborba pöcsögtetős, csöpögtetős, és azt is szeretném majd kipróbálni, olyanom még nem volt, de dicsérik azt is, úgyhogy szerintem majd hamarosan benevezek rá. És akkor a végére hagytam a fürdőtermékeket, amik közül csak egyet hoztam ide, de van több is. A tusfürdőit én annyira nem szeretem az Avonnak, vannak sokkal jobbak és olcsóbbak is náluk. Ezeket a szabvány tusfürdőket nem is használtam, hanem tudjátok, szoktak lenni ezek a egy testpermet, egy tusfürdő, egy testápoló csomagok, és olyanból volt már több tusfürdőm is, és szerettem őket, elhasználtam őket, de nem voltam értük odáig meg vissza, úgyhogy ebből a cukrozott szívesből biztosan fogok még venni, hogyha elfogynak a testpermeteim, mert úgy a leggazdaságosabb, de nem vagyok oda a tusfürdőkért. A habfürdőkről már beszéltem elég sokat. A hagyományos fél literes, illetve literes kiszereléseket nagyon szeretem. Nagyon jól habzanak, nem irritálják a bőrömet, nagyon jó illataik vannak, és nem is drágák. A téli hóemberes kiadásokkal pedig félig meddig vagyok csak megelégedve. Az illatukat nagyon szeretem mind a két verziónak, viszont sem a habjuk, sem a csomagolásuk nem igazán a szívem csücske. És akkor egy dolog van még itt, ez pedig egy testradír, méghozzá egy epres testradír, amit elvileg testre kell használni, nyilván mivel testradír, viszont isteni illata van, igaz, egy epres joghurt illata van, szóval nem igazán radíroz jól. Úgyhogy ezt Audrey Miracles-Adrival beszéltük pár napja, hogy az arcára szokta használni, mert hát neki sem elég az a radírozó hatás, amit ez nyújt, és valószínűleg én is ki fogom próbálni az arcomra, bár egy olyan hiper-szuper arcradírom van most, hogy nem szívesen váltanám le, de testradírként ez nekem nem igazán vált be, pedig egyébként tudom, hogy van, aki dicséri, szóval nem tudom. Azt hiszem maratoni hosszúságú lett ez a videó, és egyetlen egy dologról szeretnék még nagyon-nagyon gyorsan beszélni, ezek pedig a hajra való termékek, amikből én akármit próbáltam, kezdve hajvégápolóval, áthaladva samponon, balzsamon, kifésülő sprén, hajkefén, és tényleg minden vackot próbáltam az Avontól a hajamra, és egyik rosszabb volt, mint a másik, szóval valamiért az én hajam és az Avon nem kompatibilisek egymással. Viszont láthatjátok, hogy egyébként szeretem, sok termékem van, és a többségükkel meg is vagyok elégedve, úgyhogy nem egy tökéletes márka, de hát nyilván ilyen árban nem is azt várja az ember, hogy minden cucc tökéletes legyen, de alapvetően egy használható és kihasználható és viszonylag jó termékeket tartalmazó, áruló, forgalmazó márkáról van szó, úgyhogy én szeretem, továbbra is fogok rendelni a katalógusokból, és remélem, hogy ti is kíváncsiak lesztek az új szerzeményekre is majd. Hogyha van valamilyen véleményetek, illetve van valamilyen az enyémmel eltérő, vagy akár megegyező tapasztalatotok, akkor írjátok meg kommentben. Egyébként, hogyha tetszett a videó, és ti is hasznosnak találtátok, ahogy én is úgy gondolom, hogy ezek a márka bemutatók hasznos videók, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha szimpatikus vagyok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Keresetek meg a közösségi oldalakon, mindenféle linket az infodobozban megtaláltok. Nézzetek be a blogomra, és találkozunk legközelebb.